Március 17-én megújult kezelőhelyiséget adtak át a 60. Albert Schweitzer Kórház rendelőintézet gyermekosztályán. A korszerűsítés jelentős részt a Robert Bosch Elektronika Kft. Támogatásával valósulhatott meg. A Bosch és a kórház között most már több mint 3 éve van egy nagyon jól működő kapcsolat. Én azt gondolom, hogy ez az első alapítványi bál idejére datálható vissza, akkor támogatta először pénzösszeggel a Bosch a 60. kórházat, és aztán szépen évről évre teljesedett ki ez az együttműködés. Ez például önkéntes munkákban, vagy akár összegszerű támogatásokban manifesztálódott. Szépen növekvő és fejlődő tendenciát mutat mindenképpen. Nagyon fontosnak tartjuk azt a 60. telephelyünk működése során, az az egyik fő szempont, hogy a legnagyobb autóelektronikai gyáraként ne csak munkahelyeket teremtsünk a városnak, hanem aktív támogatóként, felelős nagyvállalatként részt vegyünk a város életének oktatási, művészeti, kulturális, egészségügyi életében. És gyakorlatilag ezek a szempontok meg is adják azt a kört. Egyrészt a földrajzi környezet, a 60 és környéke, ez a régió, ahol mi vagyunk. Másrészt pedig azok a területek, amelyeket felsoroltam, művészet, kultúra, oktatás és egészségügy, ezek azok a területek, ahol mi szeretnénk aktívan támogatni az itteni környékbeli intézményeket. Tekintettel arra, hogy már egy nagyon régi kapcsolatról beszélünk, és több esemény is zajlott, ezért mindenképpen prioritásban van a kórház, de természetesen odafigyelünk minden más intézményre is, oktatási és kulturális intézményekre is. A karácsonykor ajándékozás történik, gyermekjátékokat hozunk az itteni gyerekeknek. Legutóbbi alkalommal ez decemberben, 2015 decemberben történt, mert azt gondoljuk, hogy ezekkel az apróságokkal, apró ajándékokkal meg tudjuk színesíteni az itt töltött ápolási napokat, az életüket. De részt vettünk itt egy körülbelül 40 fős csapattal tavaly szeptemberben önkéntesekkel, szintén kollégáimmal a Boschnál kifestettünk bizonyos részeket itt a kórházban, illetve a rendelőintézetben, és a legutóbbi kezdeményezés a meseolvasó program, ami szerintem azért nagyon fontos, mert nem egy konkrét dolgot adunk át a gyerekeknek, de egy élményt, egy mesét, ami szintén az ő közérzetükhöz, az ő jobb kedvükhöz hozzájárul. Mi ezt úgy éljük meg, hogy adni jó, az önzetlen segítségnyújtás által mi is mindig kapunk, és úgy éljük meg ezeket az adományozásokat, vagy ezeket a segítségnyújtásokat, hogy ezáltal mi is gazdagabbak leszünk, és mi is kapunk szeretetet, hálát. Tavaly októberben volt egy jótékonysági est, amit a Bosch, a 60. Bosch szervezett, és nagyon különleges volt ez az este, mind a mellett, hogy egy jótékony célt támogatott, hiszen a németországi Bosch Big Band, ami Bosch dolgozókból áll össze, adott egy nagy sikerű teltházas jótékonysági koncertet itt a múzeum Nagy Endre rendezvénytermében, és ennek az estnek a bevételét a Bosch megduplázta, és ebből a támogatásból állt össze ez a 3 millió forint, amit ennek a gyermek kezelőnek a felújítására fordítottunk, ahol most állunk. Gyakorlatilag a hűtőszekrény meg a csap kivételével, ami itt van, az minden új. A padozat, a bútorlapok, a szekrény, ez a függönyök, a kis takaró. De majd megpróbáljuk előszedni a régi gépeket, és elküldjük, jó? Érdemes lenne összehasonlítani, pont beszéltünk róla előtte, utána. 25-30 éves féltőrzött, mert nem volt már rá pénzünk, bútorainkat
a szekrényeinket, a kis székeinket, a kis szeretvedett bútorunkat le tudtuk cserélni, én azt gondolom egy 21. századi székkezelőre, ahol mindennek megvan a helye, ahol tudunk rendet tartani, és aminek a színvilága, illetve az egész látvány képe azt gondolom, hogy most már annak megfelelő, ahogyan a kórház és az osztályunk többi része kinéz most. És azt gondolom, hogy azt látniuk kellett volna, amikor a lányaim ezt a kezelőt tegnap előtt birtokba vették, és azt mondták, hogy ide öröm jönni dolgozni. Úgyhogy tényleg nagyon megható a segítségünk, és nagyon szépen köszönjük mindezt. A támogatás irányát a BOS meghatározta, a gyermekellátás volt a jótékony cél célpontja, és ezen belül azért mi határozhattuk meg, vagy határolhattuk el, hogy mi az a konkrét eszköz, vagy felújítás, amit mondjuk például itt a gyermekosztályon belül szeretnénk megvalósítani. Természetesen a szakma fejezte ki az igényét, hogy ők mire szeretnék ezt a támogatást költeni, és arra is költötte az intézmény vezetése teljes egészében. A gyermekosztály kezelőhelyisége a gyár és a kórház együttműködésével újult meg. A különböző szakipari munkákat, mint például a padlóburkolat, vagy a háta mögött látható bútorzatnak az összeszerelését, kivitelezését, azt a saját dolgozóink végezték, vagy a helységet például ők festették ki. A festéket megvásároltuk a BOS támogatásból, a dolgozóink kifestették, a bútorhoz a szükséges bútorlapokat megvásároltuk, az asztalosunk összeállította, úgyhogy ez egy közös munkának az eredménye, és én azt gondolom, hogy így még tudtunk emelni ennek a támogatásnak az értékén. A 60-i BOS támogatásának köszönhetően a kezelő felújítása és bútorcseréje mellett a kórház eszközparkja is bővült két új technikai berendezéssel. A cég jóvoltából egy verejtékanalizátor és egy újszülöttek és kisgyermekek hallás vizsgálatához használható úgynevezett otoakusztikus emissziós készülék is érkezett az intézménybe. Ez az új készülék úgynevezett otoemissziós működésén alapul, és ez már egy objektív hallásvizsgálatra alkalmas. Maga a készülék abból áll, hogy egy kicsi mikrofont és egy beépített hangadó készüléket helyezünk a gyermek fülébe, és a belső fül, ez a készülék kis apró, kis csatogó hanghangokat ad, és a belső fülnek a csigája, ha van hallás, akkor hangokat ad vissza ehhez a készülékhez, amit egy számítógéppel feldolgozunk, és ezzel meg tudjuk mondani, hogy van-e hallása a gyermeknek azon az oldalon, illetve ha nincs, akkor további vizsgálatokat végzünk. Én azt gondolom, hogy gyermekeink fejlődésének egyik nagyon fontos része a beszédfejlődésnek a kialakulása, ennek a megtanulása, ehhez pedig elengedhetetlenül szükséges egy megfelelő hallás, és nem mindegy, hogy a hallás csökkenésnek az idő, diagnosztizálásának az időpontja, ez mikor kerül napvilágra, mikor tudja meg a szülő, hogy probléma van a gyerekkel, hogyha már ez újszülött korban világossá válik, akkor ezt a legkorábbi időpontban el fogjuk tudni kezdeni kivizsgálni és kezelni, és így a gyermeknek nem csak a hallása, hanem a pszichoszociális beilleszkedése is sokkal könnyebbé válik, és ez a gyermeknek a fejlődése kompletté tehető ezzel. A másik készülék, amit módunkban volt az önök segítségével beszerezni, ez az úgynevezett verejték vizsgáló készülék. Ez egy genetikusan predesztinált betegségnek, az úgynevezett mukoviszcidózisnak, egy viszonylag gyakori anyagcserebetegségnek a szűrésére alkalmas. A vállalat és a kórház a jövőben is ápolni szeretné az évek óta működő jó kapcsolatot. A BOS, illetve más cégek együttes támogatása nagy segítséget jelent az intézmény további fejlődésében a kormányzati beruházások mellett.
Igen, folyamatosak a fejlesztéseink, nem álltunk meg, jelenleg is zajlanak felújítások az intézményben. Ami befejezetnek mondható és rövidesen átadásra kerül, az az MR berendezés, az MR helység, ami azt gondolom, hogy egy óriási dolog egy városi kórház életében. Így már tényleg egy regionális ellátási képességgel rendelkező intézmény leszünk, illetve zajlanak apróbbnak nevezhető, ugyanakkor nagy léptékű beruházások, komfortosítás, itt a 7. emeleten például egy teljesen új ápolási osztály kialakítása, 19 fürdőszobát alakítottunk ki itt az elmúlt hetekben az intézményben, amit rövidesen át tudunk adni a betegellátásnak, vagy például teljes egészében megújult a patológiai részlegünk, illetve 3-4 VIP szobát alakítunk ki még különböző osztályokon, ahol eddig nem volt, például a sebészeten, belgyógyászaton, traumatológián. Természetesen a támogatási programunkban unblock van egy tematika. Nagy összegeket fordítunk az egyes intézmények támogatására, és ez nem csak pénzbeni támogatás lehet, hanem eszközökben, például számítógépeket is szoktunk adományozni oktatási intézményeknek 60-ban. Igazából még a konkrét ötlet, a legközelebbi konkrét akcióra nem fogalmazódott meg, de biztos vagyok abban, hogy ez hamarosan megfogalmazódik. Illetve a meseolvasó program az folyamatos, az minden héten csütörtökön, itt vagyunk este 5-kor, és olvassuk a mesét a gyerekeknek. Úgyhogy ez egy aktuális és jelenlegi program, ami folyamatosan zajlik.